Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket! Önök a Heti TV-t és a Pirkada című reggeli politikai magazin műsorunkat látják, Kende Péter vagyok, és első vendégemet köszöntöm, Kis Benedek József, biztonságpolitikai szakértőt. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Gyorsan túlesünk a kötelező gyakorlaton. Kérem szépen, azt mondja a Luach a zsinagógai naptár, hogy 5781-et érünk, és Áfhó 5. napja van. A Gergely naptár ezzel szemben azt mondja, hogy 2021. július 14-e és szerda az Őrsök és a Stellák ünneplik a névnapjukat. A mai önkényesen kiválasztott születésnaposom egy érdekes ember, 82 évvel ezelőtt született Karel Gott táncdalénekes, aki nem mellesleg arról is híres, hogy például a prágai zsidó temető rendbehozatalát, karbantartását jelentős összegekkel támogatta. Ami az időjárást illeti, hát lesz ma 41 fok is az országban, de azért záporokra, zivatarokra is fel kell készülni. Az ország több részre szakadt, most persze csak időjárás tekintve, úgyhogy azért figyeljünk oda, hogy mit csinálunk. Ami pedig a valuta árfolyamokat illeti, 356.35-ön áll az euró, még 416.86-on áll az angol font, mindezek a Magyar Nemzeti Bank középárfolyamai szerint. És akkor nézzük már is. Egyfelől véget ért a tengeri fuvallat nevű hadgyakorlat, amit 30 ország vett részt, mindez a Fekete-tengeren zajlott. Ez egy nagyon izgalmas kis hadgyakorlat volt, ami egy jó kis összefogás mutat, ugyanakkor ebben az összefogásban nem vettek részt természetesen, vagy nem természetesen orosz oroszok, akik igencsak nehezményezték ezt. Ez egy folyamatos feszültségforrás lesz a Fekete-tengerem? Hát tulajdonképpen a Krím elfoglalása óta, vagy visszavétel óta, kinek hogyan tetszik ez a kérdés, az egy kiemelt övezet. De ehhez még hozzájárul az is, hogy ott van közel a Közel-Kelet, ugye az oroszok részt vesznek a szíriai polgárháborúban, utánpótlásként szolgál a Fekete-tenger, és hát egy annyira turbulens vidék az egész, ami miatt a különböző tengeri erők, megerősítve természetesen a haditengerészet állományában lévő akár légierővel, akár szárazföldi erővel, rendszeresen gyakorlatot csinálnak, és a gyakorlatoknak az a célja, hogy hát azon kívül, hogy egymást bosszantsák, egymás mozgását akadályozzák, illetve éreztessék a másik félel, hogy bocsánat, mi is itt vagyunk. Na most az oroszok azt mondják, hogy mi a francot keresnek itt egész szó szerint az amerikaiak, mert tulajdonképpen ez az ő területük. Mit keres itt a NATO? Hát ez lehet azért vitatkozni, mert ott van Törökország, ami NATO tag, ott van Románia, Bulgária, ami NATO tag, tehát azért van némi keresnivalójuk, meg az amerikaiaknak is természetesen, mert hát vannak alkalmi harci kötelékek, amelyekben az amerikaiak is részt vesznek, és hát ők közösen rendszeresen tartanak gyakorlatot. Na most ezek a gyakorlatok nem azért vannak, hogy most eltöltsük valamival az időt, akár nyáról, akár téről van szó, hanem mindig valamit kipróbálnak. Valamit, ami elméletben megszületett, próbálják átvinni a gyakorlatba. Ha módosítani kell mondjuk egy doktrinán vagy egy harceljáráson, akkor azokat megvalósítják. Tehát itt mindnek megvan a konkrét célja. Mindkét oldalról természetesen, hát látjuk a briteknél, amikor itt a hajóval megközelítették a Krim-félszigetet, ami oroszok értékelése szerint Oroszország belvize. Hát mekkora felfordulás volt, ez folytatódik. Na most ezen kívül, ami látványos, tehát a különböző hajókötelékek megjelennek a térségben, sor kerül különböző elektronikai berendezéseknek a kipróbálására. Magyarul felderítő eszközöket próbálnak ki, zavaró eszközöket próbálnak ki. Tehát, amit mondtam az elején, egymást igyekeznek bosszantani különböző dolgokkal, időzőben mondtam a bosszantani, és hát vannak meglepetések, tehát rendelkeznek akár orosz, akár amerikai részül olyan technikai eszközzel, amit a másik hát egyáltalán nem tud, tehát nem tudja kiszámolni, hogy most ennek mi lesz a következménye. Ebben benne van természetesen a kiberhadviselés, benne van a rádiózavarás, és benne van olyan rendszereknek az alkalmazása és rendszeres kipróbálása, amiből tulajdonképpen meg tudják azt állapítani, hogy a másik mire képes, vagy mire nem képes. Olyan zavaró eszközöket alkalmaztak például az oroszok, hogy az amerikaiak nem tudtak egymással kommunikálni. Uh-huh. Na most
ebből nagy ügyet nem csináltok, de azt így próbálják megtalálni az ellenszerét, hogy akkor most tulajdonképpen mit tudnak a másik oldalon. És hát erről szól a gyakorlatok sorozata egy rendkívül kényes övezetben. Oké. Elektronikai eszközöket próbálnak ki, felderítő, zavaró eszközöket próbálnak ki, mert a kiberhadviselés az fontos. Na most, hogyha kiberhadviselés fontos, akkor kérdezem én félig meddig álcsacsi módon, hogy akkor mi szükség van az atomhatalmakra, meg az atombombákra, vagy az atom töltetű rakétákra. Tehát, hogy nem fog átalakulni ennyire a hadviselés? A hadviselés nem fog átalakulni, már átalakult. De attól függetlenül ez egy külön kategória az atomfegyverek kérdése. Hát ezt mindenki tudja, hogy kinek mennyi atomeszköze van. Azt is tudják, hogy egy atomfegyverrel mit lehet elérni. Egy biztos, és ezt mindenki elismeri, akár keleten, akár nyugaton, hogy egy atomháborúnak győztese nincs. Tehát az pusztulást okoz mindenütt, nagyon nehezen lehet védekezni. Ha ezt már egy látva a Japán, hát nem kell olyan nagyon messzire menni, ha ezeket bizonyítani akarok, és amik most rendelkezésre állnak eszközök, azokhoz képest ugye hát az a Japánban alkalmazott atombomba az gyermekjáték volt, pedig azért évtizedekre kihat. És olyan következmények vannak, amivel nyilván nem lehet számolni. Ez egy elrettentő eszköz. Ez egy olyan elrettentő eszköz, amit akinek van, az azt mondja, hogy másnak ne legyen, nekem legyen, én fenntartom. És hát erről olyan igazán komoly tárgyalások nincsenek, mert most nem mindegy az, hogy a világot egyszer lehet megsemmisíteni, vagy 50-szer, vagy 200-szor, teljesen mindegy. És hát tulajdonképpen mind a két fél, mind a nagy felek, elsősorban Amerikai Egyesült Államokról és Oroszországról beszélik, mert az atomfegyvereknek a több mint 80%-át ez a két ország birtokolja. Hát természetes dolog, hogy ők arra törekszenek, hogy csendbe korszerűsítsenek, és van még egy másik dolog, amit azért nem vernek nagy dobra, ezeket cserélni kell. Ezeket karba kell tartani, és újakat kell rendszeresíteni. Most ezeknek a megsemmisítése, szétszerelése, az rettenetes nagy költségbe kerül. Tehát a tárgyalások arra is irányulnak, hogy ki, mit, hogyan semmisít meg, és hát előfordult már több alkalommal, hogy például az amerikaiak pénzügyi segítséget kínáltak az oroszoknak, hogyha megsemmisítik az eszközöket, akkor ők ehhez hozzájárulnak. Hát tulajdonképpen fém alkatrészek vannak, azok tönkre mennek, de ez még kevésbé veszélyes a sugárzóanyag. Amerika megsemmisítés azért nem olyan egyszerű dolog. Tehát itt azért mindenki arra törekszik, hogy lehetőleg ellenőrzött formában létezzenek ezek az eszközök, és hát mostanában már kerülik azt, ami korábban volt, hogy repülőgépen állandóan járőröznek vele, mert ugye előfordult egyszer, kétszer, háromszor, hogy lejtették, elveszítették. Na most azért ez, ha a működésbe lép, akkor az nagyon nagy problémát okoz, nem beszél valahogy, hogy ki tudja, hogy mi van az utcánok mélyén. Hát itt azért vannak nagyon komoly kockázatok, nagyon komoly veszélyhelyzetek, és hát jobb ezzel nem kísérletezgetni. Hát ezért már járőr szempontjából, ha kell, akkor bevetik nyilvánvalóan, repülőgép is be tudják vetni, silókból is be tudják vetni, de hát ez ma már nem divat az, hogy egy fix helyen legyen letelepítve, mint az volt a hidegháború idején. Tehát silókba, mert úgy megsemmisíthető, tehát sebezhető. Hát ezért ugye mozgó szerkezeteket készítettek, és hát azzal, hogy különböző helyekre tudják mozgatni, vagy több robbanó fejet tesznek rá a rakétára, ami azt jelenti, hogy egyedileg lehet irányítani, és a különböző robbanó fejek különböző irányokba mennek. Most megint rájöttek egy új technológiára, hogy nem a nagy atomfegyvereket kell fejleszteni, nem a többszörös megatonnás fegyvereket, hanem kicsiket. Kicsiket, sokat, aprót, és azokat célirányosan fejlesztik. Hát ezt most az oroszok próbálgatták ki, Európa szempontjából nem kifejezetten jó. És hát, hogyha valami neki nem tetszik, akkor az ügyennek, tudom én például Romániában, hogy az a Debrecenben lévő berendezés, amiket ott akár Oroszország ellen is alkalmazhatnak, nekik nem nagyon tetszik, úgyhogy készüljenek fel arra, hogy adott esetben arra tudnak válaszolni, akár egy kis kapacitású atomeszközzel is. Értettem. És akkor jó, 80% az amerikaiak és az oroszoké, és ki a 20%?
Hát a többi. Van, aki tagadásban van, britek, ugye? A briteknek van, franciáknak van, indiának van, pakisztánnak van, ami mondjuk úgy elég veszélyes is közöttük a kapcsolat, hát finoman szólva sem barátinak nevezhető. Hát Izraelnek is van természetesen. De ők azt mondják, hogy nincsen. Nem mondják azt. Ők azt mondják, hogy külföldi források szerint. Tehát ez az érdekes dolog van a ügy után. Tehát itt azért nem tagadják, de nem is kérkednek vele. Tehát én valahogy ezt megértem, mert hogyha ők ezzel kérkednének, hogy nekünk van atomfegyverünk, kedves iráni barátaink, és ha szükséges, akkor mi alkalmazzuk, óvatosan bánnak ezzel. Nem is szabad, mert ezzel tulajdonképpen a másik felet provokálja. És azonnal válaszolnak, hogy akkor most mi van, ezzel kérkednek az izraeliek, hogy nekik atomfegyverük van. Amúgy is meglehetősen mozgalmas ez a terület, épp a legfrissebb híreket olvastam tegnap, miután készültem erre a műsorra, hogy Jordánia közeledik Iránhoz. Na most szerintem ma vagy holnap azért ezt Izraelben meg fogják tárgyalni, hogy mi várható, mert mintha békeszerződés lenne a két ország között, mintha egyáltalán nem lenne közömbös az, hogy a mérsékelt arab országok közé tartozik Jordán királyság, vagy elmegy egy iráni irány. Irányba. Tehát az azt jelenti, hogy most az irániakat támogatják, közös gazdasági lehetőségeik vannak. Na most, ha ránézünk a térképre, hogy hol található Jordánia, akkor azért ez nem megnyugtató, és gondolom azt is megvizsgálják Izraelben, hogy most tulajdonképpen akkor hogyan néz ki ez a jordániai gazdaság, mert ott azért vannak komoly problémák. Hogyan néz ki a királynak a helyzete, mennyire stabil, ha én kötök a királlyal egy megállapodást, vajon meddig fogja betartani, mert hát Jordánia lakosságának kétharmada palesztin. És nem biztos, hogy azok olyan egyértelműen támogatják a királyt. Tehát a királynak is vannak gondjai, legalábbis ami a hatalmat illeti, és hát mivel a helyzete meglehetősen kényes Jordániának már a geopolitikai helyzete, ebből adódóan nyilvánvaló, hogy Izraelnek abszolút nem mindegy, hogy most Jordánia milyen irányba fog elmenni. Úgyhogy várom a reakciókat, ez teljesen friss, én is tegnap hallottam ezt a dolgot, hogy kezdenek melegíteni Irán irányba. Hát az Iránnak érdek, hát Irán segít. Tehát Irán gazdaságilag segít. Ahol probléma van. Tehát az, hogy ott vannak az izraeli ruhacégek, a különböző textilipari cégek, az úgy rendben van, de nekik azért másra szükség van. Mondjuk például olajra. És ugye ez akár fölboríthatja Izrael és Jordánia szempontjából is egyik legfontosabb bevételi forrás, ugye ez a turizmus. Hát a turizmust is felborítja. Akkor ott a Vörös-tengernél ottan borulhat sok minden. Nagyon sok minden, hát közvetlen szomszéd ország. És viszonylag ez az a terület, és hogyha az iráni észre próbál gondolkodni, akkor ugye északon ott vagyunk, Szíriában ott vagyunk, menjünk egy kicsit délebre. És ettől kezdve bezárom Izraelt. Tehát nem rossz stratégia. Azért várom ennek a folytatását, hogy most erre mit fog lépni. Mert valamit fog lépni Izrael, abban teljesen biztos vagyok. Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy akkor döntsétek el, hogy hova akartok tartozni, de akkor engedjétek meg, hogy mi is stratégiát váltsunk Jordánia irányába. Tehát ez egy nagyon jövő kérdése, és hát nem szabad elfelejteni, hogy ott van Szíria, ott van a szíriai polgárháború, Jordánia meglehetősen érintve van, sok menekült ment át Jordániába, tehát itt azért a Jordán királyságnak a helyzete ez abszolút nem mindegy Izrael szempontjából. Jó, hát akkor megint mondjuk, hogy nem lehet unatkozni, és azt is mondhatjuk, hogy itt akár egy-két hónapon belül lesz, fog valami történni. Hát, vagy így, vagy úgy, valami. Reméljük, hogy valami fog történni. Hát itt az a kérdés, hogy hogyan tudnak megegyezni a Jordán vezetése. Tehát ez most tulajdonképpen nem Jordániáról szól, ő a szivatónak a másik oldalán van, ez Izraelről szól és Iránról. Aztán közben jött a Jordánia, amely közel van Izraelhez, mondjuk szomszédja. Jó, folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.